A Forfordens munkássága 2017 óta tagja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak. Így nem véletlen, hogy hungarikumokat felvonultató produkciójukkal ők nyitották meg az értékes barangolás vetélkedő döntőjét. Az elődöntőkre közel 100 iskola jelentkezett, a végső megmérettetésre azonban már csak 3-3 csapat jutott be. Általános iskolások érkeztek Vajáról, Tisza-Szalkáról és Máté-Szalkáról, míg a középiskolások közül 2 nyíregyházi és 1 vásárosnaményi csapat jutott el a döntőig. Mindegyik középdöntőn le voltunk nyűgözve, ezt nyugodtan mondhatom, hiszen akár Vásárosnaményben, akár Kemecsén, vagy akár Nyíregyházán, akik középdöntő helyszínek voltak, olyan felkészültségről és tudásról tettek tanúbizonyságot a gyerekek, amelyen sokszor mi is meglepődtünk. És nekünk ez egy nagyon komoly visszajelzés, nagyon örülünk annak, hogy valóban tudnak és akarnak is az értékeinkkel foglalkozni, sőt meglátják azokat az értékeket, amelyek akár még nekünk, bennünket, felnőtteket is elkerülnek. Úgyhogy nagyon nagy szükség van arra a látásmódra, arra a fiatalos lendületre, amit a gyerekek képviselnek. A döntő 7 feladatból állt. Elsőként egy totóban tehettek tanúbizonyságot a tudásukról a diákok. Tudniuk kellett például, hogy mit jelent a Petőfi 200, hogy Lónyai Menyhért tagja volt-e a márciusi ifjaknak, vagy hogy mi volt a legmagasabb tisztség, amit betöltött. A helyes válaszokon verseny közben a tanárok is törték a fejüket. Igyekeztünk hangsúlyt fektetni azokra az évfordulókra, amelyeket ebbe az évben ünneplünk, tehát a Petőfi 200-hoz, a Lónyai 200-hoz, ugyanaz bár tavaly volt, de és a Kölcsei évfordulóhoz kapcsolódóan is lesznek majd olyan kérdések és feladatok, amelyekre remélem, hogy felkészült válaszokat kapunk. A nap során az általános iskolások közül a Máté-Szalkai Tisza virágok, még a középiskolás csapatok közül 1 pont különbsége, a hazafiak bizonyultak a legjobbnak. Ők nem csak a versenyt nyerték meg, hanem a győzelemmel együtt járó informatikai eszközöket és egyéb értékes tárgynyereményeket is hazavihettek.